Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen a Maja naptár június 19-én. Ez a Maja naptár, ez egy ősi, régi naptár, és ez egy nagyon precíz számítás. Ebben a naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Ez olyan, mint nálunk a hét. Egy rezgés mindig 13 napig tart. A mai nap tehát június 19-e a harmadik rezgésben található. Ez a harmadik rezgés Manik energiája hatása alatt áll. Manik lefordítva kezet jelent, és az azt jelenti számunkra, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat. A mai nap, a 11. nap ebben a rezgésben. A majáknál ennek is van egy jelentése. A 11-es szám. Ez a 11. nap azt jelenti, hogy mi most uralkodunk a mai nap felett. A 11-es szám, ez egy ilyen mesteri szám. A mai nap Kabán hatása alatt áll. Kabán annyit jelent lefordítva, hogy föld és Weihrauch. Tehát így kell, hogy figyeljünk a mai napra, a mi bolygónk, a természet szeretete, ez is hozzá tartozik, és hogy ezt mi védjük és becsüljük. De van egy más jelentése is ennek a kabán energiának, mégpedig az, hogy amit mi tervezünk, amiről mi álmodozunk, ez ne maradjon egy álom, hanem tegyünk lépéseket, valósítsuk ezt meg. Valamit kívánjunk, amit meg szeretnénk valósítani, és higgyünk abban, hogy ez most megvalósul. Ez a mai napi energia, hogy ez megvalósítható. Weihrauch, az egy szertartásra utal, az is segít, hogy elérjük a céljainkat, természetesen én ezt a jó isteni erőt ajánlom nektek. Kabán nem csak a földünket szimbolizálja és a természetet, hanem a mi szívünket is. Tehát azt, amit mi kívánunk, amiről mi álmodozunk, az az legyen, ami a szívünkbe van írva. Amit mi szeretünk, a hivatást, a családot, a természetet, a művészi dolgokat, és természetesen a szerelmet is jelenti. És ez volt a felvételem a Maja naptárból. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!